Aldo Fabrici, Balázs Péter, Totó, Tordi Géza. Rendőrök és tolvajok. Rendezte Mario Monicelli és Steno. A forgatókönyvet Piero Tellini ötletéből Vitaliano Brancati, Aldo Fabrici, Ennio Fraiano, Ruggero Maccari, Mario Monicelli és Steno írta. További magyar hangok. Szabó Éva, Zsurs Kati, Bartuc Attila, Somlai Edina, Varga T. József, Konrád Antal, Cseh Német Lajos, Maros Gábor, Harsányi Gábor, Komlós András, Faragó József, Horváth Hanga, Gerő Gábor. Fényképezte Mario Bava. Zenét szerezte Alessandro Cicconini. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Videobox stúdióban készült. Magyar szöveg Séri András, hangmérnök Királybíró Sarolta, rendezőasszisztens Orosz Ildikó, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Lengyel László. Mario biztos benne, hogy ez az érme lenni bolből idő Augustusnak neki. Yes, very well. Oké. Okay. Nagyon antik. Augustus. Igen, mennyi akarni bolből pénzért eladni? Nem eladni. Nem akarni? Nem eladni. Nem csinálni spekuláció. De én akarni venni meg. De én nem adhatni el. Én ezt az érmét már ígérni oda, vissza. Az érme érdekel, nagyon komoly ént. Én viszont köpni nagy ívben egészen, mert ebből nekem nagy dohány. Nem. Nein. Nem vehet meg? Nem vehet meg. Oké, goodbye. Hey! Na mi van? Most mi van? Hát mi lenne? Megjátszod itt nekem az amerikait, aztán lelépsz annyi. Hát azt fújod, hogy nem. A végén nekem is elfogy a türelmem. Miért? Ha én nemet mondok, az nemet jelent, nem? Nem. Inkább arra vigyázz, hogy amikor megkapod a pénzt, ne húzd el a csikot, mert akkor a madár gyanakodik. Na jó, csak úgy mondom neked. Ez az. Itt jön a madaram. Na és én inkább maradom. Kára. Hey, Ferdinando! Na, hova tegyem az érmét? A szokott helyére az oszlop tövébe. Rendben. Jó napot kívánok! Én vagyok. Jó napot. Idegen vezető, jogosítvánnyal vezető. Akarnak vezetve akarok, menni? Persze, hogy akarok. Hát akkor kezdjük itt, kérem szeretettel, ez itt a Fórum Románum. A Fórum Románum. A rómaiaknak az ő fórumuk. Van itt minden különféle fajta sír, sírocska. Az a sírot, vagyis diadalív, Tituszé. Tituszé. Vigyázzat, nem Titóé, hanem Titus császáré. A Septimus Severusé. Az Poppea diadalíve, az Titus Statusé, az, aki elrabolt a Farasabinát, az ott Julius Cézár sírja, az meg ott Kolumbusz Kristófé. Mit látni tetszenek? Itt minden csuparom. Minden, de minden. Mert hát volt ugyebár az avezzánói földrengés. Úgyhogy itt most minden csuparom. Régi romok, új romok. Tessék ére megnézni ezt a romot. Na, hová dugta? Ez egy régi oszlop, régi romja, eredeti antikom. Tessék szemügyre venni. Jó, alaposan. Na, hol van ez? Nincs a helyén. Tessék megtekinteni ezeket a köveket. A fürdőszobájának a padlójából vannak. Ő koptatta így el, olyan kövér volt. Ez meg a Via Appia, Appia Street, Appia, erre ment. Amint méltóztatnak látni, itt nincs. Nincs semmi. Ez egy római oszlop. Látom. Kolumnum. Hűha! Nézzék, mit találtam. Mister! Minek örül? Mit talált? Ez egy régi római érme. Biztos egy kocsi versenyen esett le. Egy Cestercius. Pompás darab, nem? Jól sejtem, ez az érme Augustus korából való. Adja csak ide, hadd nézze. Lehet, hogy ő hányta. Adja csak ide. Tessék. Kérem, elnézést, uram, vigyázzon, a külföldi turistákat gyakran bepalizzák ilyen érmékkel. Hamisítvány, ne dőljön be. Már megbocsásson, de törődjön a maga dolgával. Az mit mi akarok én bepalizni? Ki mondta, hogy el akarom adni? Én találtam és megtartom magamnak, nem eladó. Azért, megnézhetném egy pillanatra? Szabad? Én ugyanis professzor vagyok. Professzor, érteni, ugye? Az archeológia és a numizmatika professzora. Archeológia és aszmatika? Na most majd elválik. Mi az? Nem. Azt hittem, hogy megint a szokásos átverés, de nem az.
Eredeti antik érme. Claudius császár koraveli, a híres római dupla szestercius. És én még azt hittem, hogy egy közönséges szestercius. Mert ez egy dupla szestercius. Na, eladja nekem 30 000 liráért. Professzor úr, tessék. Ne tessenek, kérem, játszani velem. 30. 30 dollárért én megveszem. 30 dollárért nem vesztem meg. Na mi van, mit akar? Tessék nézni, kérem. Én is találtam egy ugyanilyet. Nem gondoltam, hogy ilyen sokat ér. Ugyan? Ugyan már, kérem. Még hogy sokat ér? Ez egy olcsó hamisítvány. Mit gondol, csak úgy szaporodnak a szesterciuszok? Miért? Ezt ott találtam, nézze. Jó ember! Fogja magát és takarodjon innen, világos? De csak hát... semmi okoskodás! De hát mondom, hogy kapd már le a puskát, le! Keresd magadnak másik balekot! Ez fogható alkalom igazán nem adódik minden nap, hisz még egy szimpla szesterciuszt is ritkán talál az ember, nemhogy egy ilyen különleges darabot Garibaldi korával. Claudius Garibaldi. Ugyan, kérem, ne húzzuk az időt. Amikor megtalálta ezt az izét, ott álltam maga mellett. Na is? És adok érte 50 dollár, de egészen biztos, hogy annak az izének az idejéből? Hogy ha egyszer én mondom, de alátámasztja az aszmatikus professzor. No, aszmatikus. 50 dollár. Hát akkor volt szerencsém. De még... Igen, szóval... Még valami hasfájásom, utassak még pár rohadt kis romot. Nő, arra sajnos már nincs idő. Késő van. De mennyire? Nem sokára elnökölnöm kell egy bizottságon. De visszajövök holnap. Jól van, jöjjön. Maga itt lesz holnap? Én mindig itt vagyok. Itt fogom várni. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Sok sikert. Nácifrázt, húzzuk el a csíkot. Elnézést, uram! Mit akar? Tessék nézni, ezt a pénzérmét találtam a romok között. Há? Engem becsaptak! Hol van? Hol az az idegenvezető? Idegenvezető! Hová tűnt? Há! Ott van! Álljon meg! Megállni! Nem hallja! Álljon meg! Rendőr! Engem becsaptak! Ez hamisítvány! Na megállj csak, elkaplak, ha addig élek is! Itt vagyok. És sikerült? Hát sikerülni sikerült, de ne tudd meg, hogy milyen nehezen. Na és most hol vannak? Itt vannak a hátsó utcában. Miért nem hoztad ide őket? Mert még el kéne mondani nekik, hogy miről van ne, szó. Na akkor majd én elmondom, gyerünk. Hát, te tudod. Itt vagyunk. Ők volnának. Kik volnának ezek? Hadi árvák? Árváknak, éppen nem árvák. Na de édes jó fiam, ezek túlontulágról szakadtak. Mi? Hogy mi? Semmi, semmi. Belőlük állt a kínálat. Mit csináltam volna? Na jó. Szóval, fiúk. Fiúk. Hé. Hey. Hey. Ide figyeljetek. Szóval. Na. Mi van? Most mi van? Akarsz egy nagy pofont? Na ide hallgassatok. Most el kell játszanatok, hogy nyomorgó gyerekek vagytok. Mi nyomorgók, hogy... Na várjatok egy pillanatot, mindjárt elmagyarázom. Ide figyeljetek, itt a szomszédos színházban ajándékcsomagokat osztogatnak, amerikai cuccokat. Úgy kell tennetek, mintha a mi gyerekeink lennétek. És mi esik le nekünk? Egy csomag. Vagy két csomag, vagy nem tárgyalunk. Két csomag? Na jó, lehet szó róla, ne lacafaszázom. Mi az, hogy két csomag? Megvesztél? Nem. Négy csomagot kaphatunk. De azt is csak akkor, ha ők velünk jönnek. Két csomag, rendben van. Na, és most elmondom, hogy csináljuk. Te, meg te. Az én gyerekeim lesztek. Ti pedig az ő gyerekei. Na persze, nekem adjod a reszlit. Hát miért? Hát most nem mindegy. Jaj, jut eszembe, csak meghívóval lehet bemenni. Ide vele. Mi az, hogy ide vele? Csak egyet sikerült szereznem. És én hogy megyek? Hát mit tudom én, hogy mész be? Valahogy bent találkozunk. Hogy valahogy? Gyerünk. Hé, most itt hagy faképnél. Hogy minek kezdek ilyenekkel? Mit bámulsz? Hogy pont te leszel az apám. Nem vagyok elég jó neked. Nem az, csak mégis. Mit mégis? Örülj, hogy egyáltalán vállallak. Na hát, szóval tisztázzuk. Kitek vagyok én nektek? Ki a rosszabb? Mindjárt lekeverek egyet, most mi van? Nem mondtam meg világosan, én nektek az édes jó apátok vagyok. Világos? Akkor nyomás. Ezt kellett kifognom apának. Parancs! Te, Bottoni, te a bejáratnál ügyelsz. Aztán, amikor elkezdődik, felmész a színpadra. Igenis. Illetve a végét nem hallottam jól. Amikor elkezdődik, felmész a színpadra. Parancs! Jegyet kérem. Jegyet kérem. Jegyet kérem. Jegyet kérem. Balra tessék. Ez a négy gyerek. Pillanat. Jegyet kérem. Hova olyan sűrű? Várjátok, gyerekeim, várjátok. Jegyet kérem. A jegyet, legyen szíves.
Amit? A jegyét. A jegyét vagy már odaadta? Nem, 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 kérem, nem adott ide sem. Na, mit képzel, hogy ő fog adni magának? Miért, kinek én adja? Na mégis, kinek, tehát nekem? Na mondjuk, mit tudom én? Magának kell adnia neki. Hát én is így gondolom. Na hát, akkor adja azt a jegyet. Ne tartsa fel a többieket. Jegyet. Na mi lesz? Mutassa már. Hol az a jegy? Ez most tőlem kérdezik. Nem csak úgy kérdem, mert tudom, hogy nálam. Hát akkor keresse elő, és mutassa. Itt volt nálam. Giacomino, nincs nálad a jegy? Én Gigi vagyok, ő Giacomino. Ja, istenkém, ezeket az ikreket folyton összekeverem. Már hogy ezek ketten volnának. Bizony. Ikre. Na, egy-kettő ide. Giacomino jegyet. Mi? Milyen jegyet? Hogy milyen jegyet? Amit reggel odaadtam neked. Meg vagy te húzatva, nem adtál semmit. Meg vagy húzatva a haja, hogy beszélnek ezek a mai gyerekek. Így beszélnek az apjukkal. Az is mellékes, hogy meg van húzatva, vagy sem. A lényeg az, hogy van egy jegyet. Mellékes, hogy meg vagyok húzatva. Add ide a jegyet! Na nem hallod? Anyáddal szóra. Hallott, amit mondott? Tetleg inzultát, kezet emeltem. Hát kérdem, mi jöhet ezek után? Mire készüljön fel így az ember? Kérem szeretettel, drága. Hogy viselkedhet valaki így a tulajdon édesapjával? Igen, azzal pláne. Kétségbe vonod az apaságomat? Na tessék, hallja ezt? Mit állít, mit tegyek? Drága uram, maga állja itt el az utat. Ne az, hogy én mit állok itt, mindjárt letartóztatom. Most mi baja van rá? Mit csináljak? Mi az, hogy mit csináljak? Miért tőlem kérdezem? Adja már elő a jegyet! Van magánál vagy nincs? Agyon csapak titeket! Mi az, hogy agyon csapja? A végén mi tényleg letartóztatom. Akkor legalább meg van oldva az egyik. A mozgás menjenek be, ne is lássa magukat. Befelé gyerekek! Elnézést! Isten fizesse meg! Micsodát? Hogy beengedett. Mielőtt megkezdenénk az ajándékcsomagok kiosztását az itt megjelent gyerekek között, kötelességemnek érzem megemlíteni, hogy valamennyien mélységesen hálásak vagyunk a mi nagylelkű és önfeláldozó elnök urunknak, Mr. Locuzzónak. Köszönöm az egész elnökség nevében. Most pedig azt hiszem legfőbb ideje, hogy hozzákezdjünk a csomagok kiosztását. A magá és a plebános úrtól kapta meg hívót? Nem, nekünk az uram szerezte. Á, az ura közel van a tűzhöz. Igen, nem? Ott van, látja, ott a színpadon. Mind a magáé. Igen, mind a nyolc. Bravo. Kérem szépen, Mr. Locuzzo, csinálhatnánk egy fényképet. Segélycsomagot kap egy keményen dolgozó családapa, aki 8 gyermekéről gondoskodik. Mester, legyen szíves, fogjon a kezet. Ez az. Egy pillanat. Újra kell csinálni az egészet. Az a rendőr belelépett és elrondította az egészet. Maga két bal lábas. Jéz, bocsánat, de én... Tessék. Köszönöm. Szívesen. Tessék. Köszönöm. Szívesen. Mi a? Rosszul tetszik lenni? Mi baj van? Mi baj? Ne hívjuk a mentő! A csaló! Ti? A fórumról! Fogják meg! Csaló! Anyuka, mi ez a kavarodás? Nem láttam, mi történt. Fogják meg! Te ki? A csalót a fórumról! Becsapott! Utána! Utána! Tartóztassa le! Jó, én letartóztatom, csak mondja meg melyik az. Hol van? Merre ment? Ott van! Állj! Utána! Megállni! Fogják meg! Tömegtüntetés, lövöldöznek! Megállni! Megállni! Álljanak meg! Gyerünk utána gyorsan, szálljon be! Úgy mégis megmondaná, hova megyünk? Nem mindegy, az magának. Aquacetóza. Ott vannak, megvannak. Látja? Látom. Taposson a gázba. A gázba. Üldöznek bennünket. Kap 500 lira borra valamit. Rendben. Na, merre mentek? Egy pillanat, megnézed. Mit csinál maga, bujócskázik? Nem, csak valahogy felkavarodott a gyomrom. Tengeri beteg vagyok, nem bírom az autózást. Megvannak, a Via Due Macelli felé mennek. Mi
vár. Lője szét a kereküket. Jó ötlet. De kifogyott a töltélye. Gyerünk, 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 gyerünk! Nem tud gyorsabban. Most mit akar? Nem hajtatok keresztül mindenkin. De megmondaná legalább, hogy mit csinál? Hát, néz előttem a Fórum Románumon, ő meg rám sózott egy hamis antik érmét. 50 dollár. Ez egy lejárt leve. Mi? Mondom, hogy egy lejárt leve. Hogy, hogy? Ahogy az lejárt leve, szabondom. Taposom bele, a sarkunkban vannak. Kicsodák? Ők, magak az izék. Ők, akik üldöznek, a tömegtüntetők. Beszólok a közben. Arra nincs idő. Gyorsabban, gyorsabban. Mi az, hogy gyorsabban? Hát akkor lassabban. Hogy legalább alhassak. Most miért állt meg itt? Azért, mert útelzárás mi? Van. Mi az, hogy útelzárás? Az, hogy útelzárás. Na szentségit, nekem tovább kell mennem. Egy pillanat, már is jövök. Állj! Ott van! Megállni! Álljon meg! Álljon meg! Tápászkodjon fel és utána! Na most meg hova tűz? Szedje a lábát! Minek? Nem is látom! Nem baj! Futás utána! Na, hova? Utána, ha nem látom, hol van! Itt kell lennie valahol! Te hol? Ott van! Álljon meg! Szívesen! Utána! Most álljak meg, vagy utána! Álljon meg maga utána! Ha megállt, utána álljak meg, érted? Nem maga álljon meg! Őt állítsa meg maga, istenverése! Állj! Álljon meg, hé! Nem hallja! Álljon meg, hogy az a magasságos úristen! Elnézzük a káromkodást, nagyon kérem! Meg. Állj meg már, nem hallod! Hogy mindjárt szuflával? Állj! Megállj! Álljon meg! Állj! Állítsa meg, őrmester! Állj! Kapd el! Azt a dagadtat, az egyenruhást! Na, na, kiskutyám! Csinálja már a dolgát! Tartóztasson! De hát a dög megharab, akkor nem tudom letartóztatni! Miért rendőr maga megy? Csinálja meg a dolgát! Szálljanak meg dolgát! Már el! Kerüljön meg! Hogy kerüljön meg ezt pörög, mint a bugolt siga? A gyerünk biztos, hogy mutassa meg, hogy kemény fából van farag! Gyerünk, hogy nem akarok falába! Nem ilyen dög, egy nyavajás kutyától! Egy nyavajás kutyától nem lehetően a vajás kutyától! Nem hatakoljon, nem hatakoljon! Csak egyiküket harapja meg, az a beér! Nem is ide! Maradj veszteg! Nem hallod? Maradj veszteg! Úgy csinál! Maradj veszteg! Maradj a gyújj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 
Add meg magad, mielőtt összerogysz! Fogja el, őrmester! Hogy fogjam el, ha nem érem utol? Állj meg! Állj! Na vagy ezzel a biciklivel! Meg! Na! Na! Úgy is elkaplak! Just is elkaplak! Elkaplak! Elkaplak, csak állj meg! Fogja már el! Állj meg! Állj meg, bestelen! Na! Elkapom, ha addig élek is elkapom! Állj meg! Állj! A tüdőmet kiköpöm, úgy megfuttad ez az Isten átka! Na! Most meg hova lesz? Fogja már el! Elfogom én, csak előbb fogjam meg! De hát hova lesz? Tudom én, eltűnt. Mi az, hogy csak így eltűnt? Honnan tudjam, elnyelte a föld? Olyan nincs, hogy elnyelte a föld. Csak úgy mondtam, eltűnt. Ha eltűnt, annak meg maga azok, ha miért nem fogta el eddig? Mondd hát a csodába, hogy csak az elemet meg hagyjon el, csak menjünk utána. Elfogom én magának, hogy mutassa meg, hol a föld alól nem tudom előkeríteni, tessék, nézzenek körül. Látja valahol, látja, na ugye, hogy nem, tessék. A szárnyat tömegtet és elrepült. Teljesen kitikka. Nézzünk körül, talán elbújt valahol. Menjen csak. Jobban tenni, ha maga is jön. Hát maga a rendőr, maga tudja, hogy elfogja. Menjen csak, hiszen egy kor... De csináljuk addig itt. He? Megvan, megvan, itt van. Ide gyorsan. Ide, oda. Segítsenek. Gyerünk. Itt van, itt van. Ha a fenébe akar ebben futtatni. Állj meg, hé. Ne mondd, hogy ez neked jó. Kurszol bennünket ez az alak. Őrmester! Szedje a lábát! Fogja már el! Áj! Ez az úr amerikai! Nem szeretelhetünk be a külföld előtt! Utána! Fogja el! Gyerünk már!
menj! Szétek át! Ezek a legnagyobb drukkeretek! Még a totóban is rám fogadok! Félre az útból! Rendőrség! Félre az útból! Félre! Kéne figyeljenek! Akadályoznak egy közveszélyes bűnöző elfogásában! Ha teljesítette a kötelességét, fusson! Hajtsd meg el! Hajtsd meg parancsnokra! Ne dumáljon, fusson! Állj meg a szentségét a fejednek! Állj meg, úgyis elkaplak! Állj már meg! Szedje a bábát! Ne tedd a rosszal! Szedje! Gyorsabban! Gyorsabban! Gyerünk már! Állj már meg, te nyavajács! Hogy az Isten szakasztanád az eget, hogy aztán mit kutyagolhatunk majd vissza! Elesen! Rendőr! Elesen! Segítség! Keljen föl! Jó neki, legalább kifújhatja magát! Nagyon jó, szedje össze magát, nehogy megfogjon az Isten! Mennék, ha tudnék! Na mondd csak, mit akarsz? Na mit? Na merszi? Ide figyelj, nem jutsz tovább. Na nem mondd. Nem látod, nem bírod szuflával. Hogy én? De nem bírod szuflával. De mi bűnöző? Úgy letartóztatlak, hogy csak na. Ha addig meg nem lépek. Nem érdemes. Most már megálltál, elkaplak. Gyere ide! Hogy mit? Még mit nem. De gyere ide! Te akarsz letartóztatni engem. Na! Lövök, ha nem jössz. Nem lősz. Már miért ne lőni? Mert csak jogos önvédelemből lőhetnél. De én meg nem támadok. Na, se baj. Akkor úgy könyvelem el, hogy megfélemlítő célzattal lövök. Kitart vissza. Én nem félemlítődök meg, és maradok. Szóval akkor megadod magad? Ha igen, nagy hálát a májamnak. A májad nem ott tartod, ott a léped van. Tudom. Csak az jutott előbb eszembe. És nem kurálod semmivel? De próbáltam mindenféle, de hát semmi, semmi. Na és mondd, nem próbáltad azt az amerikai injekciót? Melyiket? Azt a... Na, nem jut eszembe, de hatásos. Nekem legalábbis használt. Én is próbáltam már mindent, de az orvosom azt mondta, hogy gyógykurára kellene mennem. Csak hát, miből? Ha még tovább rohansz, elérsz a szanatóriumba, csak én dőlök ki. Maguk meg mit csinálnak? Itt kaszinóznak. Mire vár? Miért nem bilincsente vár meg ezt az elvetem? Fölösleges, most már nem szalad el meg azt a magát. Legszívesebben agyon csapnám. Agyon csapnálak, te disznó! Hát mit képzelsz te rólam, hogy ingyért furikázol velem? Nyugodt. Nem szállítok, potyautas! Nem kell izgulni, nem kell izgulni. Fizess ki a számlát, mi azt, hogy nem kell izgulni? Megfájdul a fejem. Már is nem kiabálok a fizet. Beszélni egy beteg emberrel. Előre most sokat a szakasz, csak a számát fizess ki. Vegyem már szélni a kettőt. Mit akarsz tőlem? Ezzel jössz nekem. Ne vitál. Hogy jön megyek itt, miért nem vizet? Jár neki, gyere. Hallod? Nincs. Mi az, hogy nincs? Nincs, ha mondom. Te nincs fizet sem ki. Kutasson át, talál en állam. Akkor meg mire ültél taxiba, ha nem volt nálad pénz? Maga ugyanúgy potyautas volt, mint én, most mit beszél? Hogy mit? Ha ő nem, akkor maga fizessen ki. Nem úgy van az. Tegyen feljelentést a rendőrség. Itt egy hatósági személy, hallottad, mit mondott? Hatósági személy, vagy semmi följelentést tenni. Hát minek pacakoljak mindenféle feljelentéssel? Ha nem az a fontos, hogy ezen vitatkozzanak, gyerünk vissza, és minél hamarabb. Hova menjünk vissza? Gyalogoljunk vissza a kocsijó? Hát persze, először oda. Én maga meg van veszve. Nem kutyagolt elege? Én határozok, én vagyok a rangidős. Valami. Mi ez, valami rossz? Te ebben ne pofázz vele. Most mit szerelni? Ezzel nem lehet élni. És járni se tud a rossz májába. Hogy én? Hát talán inkább ő. Én gyomrom az én dolgom. Hát micsoda? Micsoda dolog az, hogy egy közveszélyes bűnöző nem hajlandó gyalogolni? Nem az, hogy nem hajlandó, te ebbe ne beszélj bele, jobban el tudom magyarázni. Csupa fül vagyok. Mit akar? Vigyem az ölembe? Egyszerűen nem tudom. Még nem is hallottam, ez szégyen gyalázat. Na, válogassa meg a szavait, ne sértegesse őt, mert... Mivel sértegesed? Hadd mondjam végig. Nem kell majd én befejezni. Inkább én főtörzs úr. Szóval ne sértegesse. Te akarsz megvédeni engem? Én hát. Na jó. Hát ide figyeljen. Tudja, mit csinálunk? Maga elmegy a kocsi. Mi pedig... mi megvárjuk itt ebben a fogadóban, ami itt van. Na jó. Ide jöjjön vissza. Várjanak itt. Jó, de engem kifizet ki.
Hát az amerikai. Hogy az amerikai? Azt hiány, hogy na, akkor utána, hé, álljon csak meg! Na, ezt aztán jól elrendezte. Na, te csak itt nem bizalmaskodj velem. Gyerünk, indulás! Gyerünk! Na, csak semmi durváskodás. Gyerünk! Én úriember vagyok, vegye tudomásul. Jó, igazán bánhatta velem kíméletesebben is. Mindjárt az ölembe. Például. Na, igen. Jó napot! Jó napot! Egy kávét, meg egy üveg ásványvizet szénsav nélkül. És önnek? Nekem is egy kávét. Nem, csak egy kávét kérünk, meg a vizet, de az gyorsan. Maga nem iszik kávét? Nem, te nem iszol. Én? Mert miért ne, ha megfizetem? Na persze, meghívlak kávézni, elviszlek moziba, aztán meg valami éjszakai mulatóba, mi? Magának nem vagyok igazán szintén. Miért? Én nehogy oda legyek, érted? Azok után, hogy végig kutyagoltattál velem, vagy 100 kilométert, vagy sárban? Sárban? És még azt az izét, azt a kutyát is rámuszítottad. Mert talán az én kutyám volt. Tudhatta, hogy nem az én kutyám volt, nem az enyém. Egyszerűen szimpatikus voltam neki, ahogy nem voltam szimpatikus magának. És ahogy egyébként maga nem szimpatikus nekem. Na de mi köze van mindenhez? Na, a kávé marad. Mi az, hogy szimpatikus vagy antipatikus? Ne felejtsd el, én rendőr vagyok, te pedig bűnöző. Na, bűnöző. Bűnöző. Úgy mondja ezt, mintha pénz dolga volna. Igen, is pénz dolga. Hogy valami balek. Valami balek. Valami balek kezébe a dolgot, és annyi. Hogyan már főtörst. Na, mondja már, hogy ez számít magának. Ugyan ne. Mi? Ez. Nézd, ez igazán fontos. Mi az, hogy nézze, hogy igazán mert fontos? Hát, ha bűnöző volnék, ahogy maga mondja. De nem. Én garantálhatom önnek, kedves főtörzs úr, becsület szavamra mondom, hogy soha életemben, még életem legkilátástalanabb pillanatában sem. Ne fogdos már! Jó. Esküszöm magának. Én olasz ember soha nem csaptam be. Nem én! Mindig csak külföldieket. Hagyod még én az a kávét? Az lehet. De azért akkor is csaló vagy. Csaló? Csaló. Na. Maga könnyen beszél. Könnyen beszél, hisz a hó végén felnyalja a jó kis fizetés. Arról jobb nem beszélni. Nem fizetik meg? Hogy nem fizetnek valami meg? Valami keveset azért. Hogy mennyit kapok, az csak rám. Kormányfőtanácsos. Mi az, hogy kormányfőtanácsos? Nem kormányfőtanácsos. Hát mire föl volnék kormányfőtanácsos? Mi kormányfőtanácsosnak se nevezték? Mire föl neveznek volna ki kormányfőtanácsosnak? Ennyire nagy marha embert. A kormányfőtanácsosság talán súlyra. De mindegy, nekem akkor is kormányfőtanácsos. Hát, ne essen belé, nem fogsz itt szórakozni velem, mert még... Miért ilyen goromba velem? Nem látja, hogy egy szegény szerencsétlen vagyok? Munkanélkül, keresetlenül, nem találok állást, mert az egészség... Tudom, a szokásos história, beteg vagy, igaz? Egy csomó nyavajád van, mik? Mindenem. Úgy mégis. Minden. Ízületi nyilvás a kezemben. A szívem, a májam. Már mondtam, hogy a májadat nem ott tartom. Tudom, csak hogy az enyém áttevődött innen. De ez még semmi. Orvoshoz menni is félek. Mert ha azt találja mondani, hogy igen, az a bajod, amire gyanakszol. Hát hogy menjek ezzel haza? Hogy álljak a drága gyerekeimmel? Hogy nézek ezek után a szemükbe? Na mégis, mi az a rettenetes gyanút ki vele? Árul mi az? El. Mi? Hogy mi? Attól félek rettentően. Hogy tuberkulózisom van! Mászol le rólam, de rögtetek egy láda! Az istenit a fejednek! Legalább tennél zsebkendőt a szád elé! Hogy nekem is pont egy ilyet kell kifognom! A jó néni téred, adj ki magas ronda bacillus hordozó! Most meg a kólika. Még az is jó, hogy gyomorrákod nincs. Az nincs. Ez még a háborúból maradt. A sok izgalom. Abból jutott minden. Én az egész háborút végigharcoltam. Az ellenségnek valóságos istenostora voltam. Megjegyeztek egy életet. Képzelem. Ne fogdossz a tévész is kezeddel. De nincs sok. De ez a kólika. Mi van vele? A kólika állandóan kínoz. Most biztos az ijegységtől, a futástól, a mozgástól. Főtörzs úr, mi van? Nem is tudom. Főtörzs úr. Na mondd. Engedje meg. Mit engedjek meg? Azt hiszem, nem ismerem ezeket az ózsdi trükköket. Ha nem bízik benne, jöjjön ki velem, tartson szemmel. Tudod ám, kitart téged szemmel. Komolyan mondom, nagyon-nagyon. Majd benne a rendőrségen elintézheted a dolgodat. Ha kibírom addig, nem tudom. Te most csak szédíteni akarsz, vagy komolyan beszélsz? Talál komolyan. Ki vele velünk? Nehogy már belém töröld! Hát, most mit csináljuk? Főtörzs úr.
Hol van itt a toalett? A mi hol? A mosdó. Jó, tudom, én nem azt a mosdót keresem, nem a fürdőszobát, hanem a leterátot, a rejra, mellékhelységet. Á, ott van. Indulás. Na, menj be! Ne siess! Nem érek el odáig. Szabad? Nem. Nem szabad? Nem. Na jó, nézzünk ki, ha ebbe az országba a végén már kimenni is tilos. Mert még hagyján, hogy tilos dudálni. A belvárosba a főútvonalon tilos biciklizni. Tilos leszállni a villamosról a hátsó ajtón. Most meg már WC-re menni is tilos? Nem, az nem tilos. Csak most foglalt. Hát akkor várok. Helyes. Már ha nem tilos várakozni is. Nem, várakozni sose tilos. Na, csak ne fújdogálj. Miért már azt is tilos? Mondja egyáltalában, miért áll itt? Be akarok menni oda. A végén még én viszem be, ha itt fújdogál nekem. Á! Itt vagyunk a kocsival. Á! Hol van a gazember? Kiment egy pillanatra, rájött a kólika. Á! És most itt kell várnunk, amíg méltóztatik kimenni a csaló úrból? Beteg ember, hadirokat nem tudja szabályozni. Utána viszont én következem. Álljanak csak sorba. Mit akar? Úgy mégis. Sokáig lesz még benn. Azt én nem tudhatom, kérem. Nekem nincs vesztegetni való idő. Nekem sincs. Meg aztán nem szeretném, ha megszökne. Nem fog. Tőlem nem fog. Nézze csak. Itt ezzel van meglátszolva. Csak meg kell húznom a láncot. Legyen egész nyugodt, tőlem sosem szökött meg még senki. Még soká tart? Hé! Felej már! Húzza meg a láncot! Na, húzza! Hova tűnt? Kiszökött az ablakon! Utána, gyorsan, menjen! Hova? Ki az ablakon? Gyere, hátsza ki az ablakon, engedjen erre! Ugye figyeljen, én ezt a pasast már 10-szer elkaptam volna, ha maga itt nem idétlenkedik, ez példátlan! Még ilyet soha életemben nem láttam! Tudja meg, hogy tiltakozni fogok a feletteseinél, megértette? Most már szabad? Szabad, réges-réges szabad. Hát akkor miért kellett várakoznom? Nem fogod fel, te eszetlen, hogy milyen szerencsétlenség történt? Amit kint rinyáltál nekem, hogy ki kell menned? Én egy nyomorult rendőrtörzsörmester vagyok, de azért nem kell leköpni. Én becsülettel végzem a dolgomat. Hát én is végezem. Na tessék! Menj, csinálj, amit akarsz! Felszólítom, hogy tegye meg a legszigorúbb intézkedéseket. Természetesen, Mr. Lockwood. A rendőrség tudtommal arra való, hogy elfogja a bűnözőket. Nem azért, hogy hagyja megszökni őket. Ahogy mondani tetszett. Az állam azért fizeti őket, hogy fenntartsák a közrendet. Azon azért, kívül pedig, igen, hogy azért. Megvédjék a társadalmat a kalandorokból. Szerint azért. Én tehát követelem, hogy ezt az embert szigorúan büntesse meg. Hát ezt majd ugye meglátjuk. Különben a legmagasabb fórumon tiltakozom, a lehető legmagasabbon. Ennek itt még nincsen vége. Goodbye. Goodbye. Ki a fene ez a bűnöző, akit maga hagyott elszökni? Ugyan, de hogy bűnöző, rendőrfőnök úr, ez csak egy szerencsétlen éhenkórász, aki egy piti áner kis szélhámos. Tessék! Rendőrfőnök úr, egy taxisofőr rendel szeretem beszélni. Megmondtam, hogy nem fogadok senkit. Azt mondja, nem hajlandó el. Na jól van, essünk túl rajta, küldje be. De mert. Köszönöm. Tiszteletem, rendőrfőnök úr. Na?
Na, mi na? Na hát akkor most hogyan leszünk ezzel? Mikig, mivel, hogyan leszünk? Hát mi az, hogy mivel a fuvardíjat? Micsoda? Mirevel? Mert annyi lett a fuvardíj. Minek nézzel engem? Millió mosnak? Észnél legyél már, hogy van ez? Nekem volt egy utasom. És? Az meglépett, mi rohantunk utána, aztán elfogtad, ő meg nem volt hajlandó fizetni. Hát akkor fizetsen a rendőrség. De miért én? Nem vagy te egy kicsit lökött? Már bocsánat, nem vagy te ütődött? Majd akkor kifizeti a rendőrfőnök úr. Na, ez mindjárt más, tárgyald meg vele. Mi az, hogy tárgyalja meg? Én fizessek? Nekem mindegy, hogy ki, de valaki végre fizessen. Na, kérem, na, nem szokás kiabálni. Hát én nem kiabálok, én csak rendőrfőnök. Mondom, hogy kezdjük elő. Kezdjük elő. Szóval, az utcán valaki beszállt a taxiába. Nem, rendőrfőnök úr, az nem valaki volt, az a szélhámos volt, aki bevetette magát az ő taxiába, ő pedig gázt adott és indított, még az se lehetetlen, hogy bűntársak. Bűntársak! Hallgasson maga is! Igenis! Kérem, én csak a legyén beszállt a maga gépjárművébe. Na és aztán, illetve majd ezt aztán mindjárt. Magánál minden rendben van, ugye? Jogosítvány, ellenőrizte. A féklámpákat és az indexeket, ezeket. Minden. Elő, hátul, jobb oldal, bal oldal, minden rendben. Akkor jó. Na szóval, ez az utas, mikor megérkeztek a megjelölt úti célhoz, kiszállt a gépjárműből és nyomtalanul eltűnt. Ja, meglépett. Már inkább nyoma veszett. Ergo, neki kell fizetnie. Nem biztos. De ki az? Na ez az. Az utasnak, akárki legyen az. Na de hát, ha egyszer meglépett, akkor hogy fizet? Keríts elő! Hogy én? Mi vagyok én rendőr? Kerítsék elő maguk! Mi nem csak, hogy előkerítettük, de el is fogok! De aztán meglógott! Na, álljunk csak meg egy baráti szóra! Elfogtuk az illetőt és az elejt! Neked ugyasik a fogadás! A helyzet az, hogy ez a két balkezes utó! Az önmaga csak maradjon vesznek az emberei, mert tudják kapni! Milyen emberei? Hát ő meg a társai! Na, jó napot! Álljunk csak meg! Na mi az, hogy jó napot? Semmi, csak úgy mondtam, hogy jó napot. Nem, a jó napot, ha azt mondják, hogy jó napot, akkor azt kell, hogy jelents, hogy jó napot. Na, ezekkel az alakokkal csak ilyen nehezen lehet boldogulni. Rendőrfőnök. Na, mit akar? Szóval nem szeretném, ha ez a szerencsétlen ügy befolyásolná az előmenetet. Nem, emiatt nem kell, akkor mi a csetetsebb? Bízva rám nyugodtan, ne is. De szeretném tudni, hogy nem lesz probléma. Halló? Tessék, én vagyok az. Persze, hogy tudok róla. Hogy ne tudnék? Hát igen, de egész eddig kiváló rendőr volt. Igen, és jóra való ember. Csak nem én rólam van szó. Hogy ne érteném? Sajnálatos eset. Szerintem is az. Értem. Tiszteletem. Ki volt az? Hát maga Bottoni, maga aztán jókoros lamasztikába keveredett. De miért? Ki volt az? Hát ez az, hogy ki. Azért csak reménykedjünk. De elnézést, szabad. Halló, tessék! Igen, excellenciás uram. Hogyne, excellenciás uram? Értem. Igenis, excellenciás uram. Mi? Igen, excellenciás uram. Alázatos tiszteletem. Ez is? Ő excellenciája is miattam? Igen, és azt mondta, hogy mostantól fogva maga fel van függesztve a szolgálatból. Hogy én? Maga. De miért? Már megbocsásson, mit csináltam én? Hogy mit csinált? Mindent, amit csak lehet. Én? Miért? Maga szerint az semmi, hogy futni hagyott egy bűnözőt, mi? Na jó, megszökött, de előtte azért elfogtam. Na igen, elfogtam, de ugye egyszer elfogtam, hogy megszökött. Hát jó, megszökött, de elfogtam, hát, úgy, hogy... maga 20 éve szolgál a testület. Mennyi jó, 20 vagy 30 az egy. Na persze, 10 éve. A lényeg az, hogy maga ismerheti a közrendfenntartási szabályzat 37. paragrafusát. Mit, az éjszakai rendzavarásról szólót? Nem, az a 41-es. Nem, a 41-es az a plakátragasztási tip. Ne pacakoljon, a 37-esről van. Szerintem másról van szó, szerintem. Na jó, ha nem hisz, nekem direkt megkeresem magának, ezen már nem újabb. Jó, de rossz helyen tetszik keresni. Na megvan, 37-es paragrafus. Szórakozó helyek ünnepi nyitvatartása. Hát ez nem az, nem értem, hova lett. Nem tett semmit, elvégre ki nem téved, ugye? Bár mindenki téved, hát ki hagy egy pillanatra. Na megvan, ez az, erre gondoltam, ez vonatkozik magára. Amennyiben a rendőri testület valamely tagja rangtól és szolgálati időtől függetlenül szökni hagyja a letartóztatás alatt álló gyanúsítottat, na erről van szó, eljárás indítandó ellene. Ki ellen? A gyanúsított de ellen? A rendőr ellen. Ellenem. Bizony. Az esetben is, ha a vádlott jóhiszeműsége bizonyítást nyer, az eljárás magával vonja, mint legkisebb büntetést, a testületből való eltávolítást. Világos? És ez már az új, a köztársasági szabályzat? Az, de azért van benne egy enyhítő körülmény, ami esetleg tekintetbe vehető a maga esetében. Figyeljen csak ide! Amennyiben az illető rendőr, esetünkben maga... Én mint illető. Az.
Talán, mint szerencsétlen rendőr. Illető szerencsétlen én a lelkemet kitettem. Kézre keríti önerejéből, vagyis a rendőri szervek bármely segítsége nélkül a megszökött gyanúsítottat, a szökéstől számított, s meg nem hosszabbítható nyomozati szakaszon belül az ellene indított eljárás megszüntethető. Világos? Vagyis akkor annak is szerét lehetne ejteni, hogy visszakerüljön a rendőri testület kötelékébe. Érthető? És ez összesen 3 hónapot jelent, nem többet. 3 hónapot kell ülnöm? Nem, ez azt jelenti, hogy a nyomozás határideje 3 hónap. És ha addig elkapja a tagot, azzal vége. Hogy mondjam el ezt a feleségemnek, szívbajos szegény? Hát akkor nem mondja el neki se, hogy ne szóljon neki az egészről. 3 hónap. Magának már van akkor a gyakorlat, hogy meg fogja találni. Csak tudnám, hogy... Hát ez már a maga gondja. Tehát ezzel a szimattal... Hogyan, miféle szimattal? Rendőrfőnök úr, nem vagyok én vadászkutya. Most meg is vagyok fázva, kiizzadtam a futásban. Még hogy szimattal? Örüljön, hogy van ez a lehetősége, ragadja meg! Szóval 3 hónapon van, hogy megtalálja. Annyi, se több, se kevesebb. Mehetek a rács mögé. Nem én mondtam, érthető? 30 év után. Nincs más megoldás. Azért nagyon köszönöm. Nincs mit. Sok szerencsét a kereséshez. Az ámfér, köszönöm. Én próbálok segíteni, amennyire tőlem telik, ezt remélem tudja. De hát beláthatja, hogy... Szóval... Muszáj, hogy ugyanazt a szélhámost hozzam ide. Ki mást akartál engem? Nem, csak gondoltam, hogy esetleg lehetne, hogy elkapok helyette 2 másikat, 2 nagy kutyát, újabban... Ne beszéljen zöldségeket, Bottoni! Mi az, hogy másokat? Megjött a puszi, csapolom a kukat, nem tűnik. Megvesztétek el. Nem voltál ilyen soká. Ne, finom konyhában, ne szokott össze kerülni. Nagyon bajába jártam, hogy ilyen sárosod. Nem is mondtad, hogy vidékre mész. Kedvem, szocsán kirándulnék. Minden 10 nap subickoltam ki a csizmádat. Hát most nem ragyog, gondolod, hogy passziómból koszoltam össze? Na húzzad! Mégis mi történt? Azt történt, hogy éhes lettem. És ahogy ettem, megint el kell mennem itthonról, mert történt. Mi történt? Egy gyilkosság. Gyilkosság? Ki gyilkosság? Nem mondhatok többet csodálatni titoknál. Halkíts már le azt a kramot! Ne ricsajozz, lányom! Meg már fejes éjszobban! Ez a legújabb amerikai slágy! Nem baj, ma úgyse rajongok az amerikaiakért! Na és azt a szélhámost, aki meglógott a színházból, elkaptátok! Az már ott van a rács mögött! Szegény feje! Mi az, hogy szegény feje? Sajnálom. Sajnálod. A rendőröket bezzeg nem sajnálom. Miért sajnálnám őket? Nem csupán. Tudod is te azt? Beszélsz itt össze-vissza! Ki az úr ebben a házban? Na nézzük meg! Ezt a fiókot itt átnézte? Át. De ezek nem is voltak soha börtönben. Ezek csak gyanúsítottak voltak. Itt van, megvan! Itt az a sötét pofa! Ferdinando Esposito, apja neve Gennaro Esposito, lakik Via Roseto 19. Ferdinando Esposito. Itt lakik? Itt. És most itt hon van? Őszinte sohasincs itt hol. Most már például lehet, hogy úgy 2 hete, hogy színét se láttam. De a családja az ugye itt hon van, nem? Igen, itt hon. És a család milyen néhány? Hát tudja az öreg Isten, lehetnek ugye te alszal, az embernek az apja, igen? Az asszony, aztán a 2 gyerek, meg a testvére. Az övé? Nem, az asszonyé. Az asszonyé. Na és mondja, az ablakaik az utcára néz? Nem, mégis. Maga rendőr vagy mi? Miért rendőrnek nézek ki? Hát, mit lehessen azt tudni? Nem, én Milánóból jöttem. Ó, hát az minden egy ottani cég képviseletében, amelyik alkalmazni akarja Espositót az itteni képviselőjének. Az már más. Na szóval, az ablakaik az utcára néz. Oda, tessék csak nézni, azok, az első emeleten. Látom, köszönöm szépen. Tetszik akarni, hogy mondjak neki valamit? Nem, csak ártam. Hogy? Majd én elmondom. Na, értem. Ez nem valami rokon? Nem, ugyan. Na jó, viszlát. Viszontlátásra.
Buongiorno, signore. Buongiorno. Prego, si accomodi. Non vado di fretta. È libero? Eh? È libero. Cappotto? No, grazie, freddo. Mi dispiace, da qui non si vede il passaggio e non... Cosa facciamo? Ha le dita gelate. E cosa facciamo? Facciamo la barba. No, i capelli? No, se ho detto barba, se no dicevo capelli. Dicevi i capelli perché pare che della barba non ce ne sia bisogno. Sì, lo so, ma siccome domani non c'ho tempo, così me la faccio oggi. Sto meglio qua, più morbido. Scusi, passi dalla parte di chi è meglio. Senta, si giri, signore. Ma scusi, stia fermo, ma abbia pazienza, perché scusi. Ma scusi, mi metto il sapone e non mi copro mica la faccia. Ma vabbè, ma allunga il braccio. Ma però mi mandi il sapone in bocca. Libero! Libero! Che vuoi? Dove vai? Vado a giocare al prato. Sempre al prato, vieni su casa. Beh, torno su. Ma dove va? Vado a vedere una partita di pallone in pizzone. Ma scusi, c'è un giocatore, sono tifoso, io devo vedere giocare a pallone. Il sapone, la barba! Figyelj, Paolo, játszasz ezekkel a gyerekekkel. De apuka, nem viszel a suliba? Most nem érdekes a suli, most kiátszhatod magad, majd aztán holnap elviszlek a de suliba. De én ezeket nem ismerem. Nem baj, most majd megismered őket. Látod ott például azt a kis fiút, azt a csikos pulóveres, azt a helyes, uborkaórú, hájfejű fiúcskát. De aztán a mamának egy szót se az egészről, na menj szépen apuka kedvéért. Biztosan bevesznek. Na menj, menj! Ögyön, gyertek! Paolo kisfiam, menj be szépen, vedd le a kabátodat, a sapkádat, tedd le a táskádat, mi is megyünk utánad mindjárt. Szóval, itt lakunk, ez a mi lakásunk. Nem mintha valami palota volna, mi egyszerű ember. Hát ez meg kicsoda? Hogy ő? Libero, most pedig... Ki? Libero? Igen, Paolo új barátja, nagyon helyes fiú, jó neve. Ugye látszik, hiába az én fiamnak a barátja, el is felejtettem a bemutatást, ő Paolo mamája, a feleségem. Menj csak be, mi is megyünk mindjárt utánad. Derék fiú. Honnét szalajtották ezt, kócos rúgrajt alatt? És engem a kócos, hát kócos, nem a vég. És miért kellett ide hurcolnod? Mert szerintem ideje, hogy a fiunk megismerkedjen a köznép gyerekeivel. Hogyan minden? Elmondom csak utána nem is ismert, azt nem bírom. Ezek az egyszerű gyerekek élesveszőek, két lábbal állnak a földön. Én nekem akkor sem tettem. Pedig ez egy nagyon helyes gyerek. Még hogy helyes gyerek. Úgy helyes, hogy jó eszű, érted már? Halló, libero, hol vagytok? Hát ez hogy kerül ide? Nem tudom én. Nem a hálóban tettem le? De. És hova lett belőle a revolver? A kezekkel! Mi? Fel a mancsokkal! Kivele, hol van a dohány? Ez most komoly? Az! Kivele majd lövök? Na látod. És akkor jön a fekete állarcos, elkapja a torkát és lerántja a földre. Normális ez a kölök, hogy csak úgy revolvert fog az emberre. Adod ide ezt a revolvert, vagy adjon csak... Na, ne ijeszgesd a gyereket, csak viccel, szegény kisfiú, csak azt játszott, amit otthon szoktak. Ha látnád, a köznép gyerekei készülnek az életre, gyakorolnak, játszva tanulnak. Ilyen ügyesek. Rám férne egy pohár víz. Látni se akarom ezt itt. Más fordd el magad, halál szápasztapat. Jobb, ha elmény. Jobb, ha elmény. A bravkozz az embered, az Isten által, hogy tetted össze? A Paolo barátja. Ez az utcakölyök. Utcakölyök? Hát hogy mondhat ilyet egy édesanyja? Nem inkább azt mondanád, hogy szegény kisfiú, a mi kicsi fiunk barátja, egy szál pulóverben mászkál, délvíz idején, adjunk szegénynek egy kabát. Amikor Paolónak sincs egy rendes kabátja, elment a józan eszed, mi ütött beléd, napok óta nem tudok igazodni rajtad. Még ilyen. Figyelj!
Figyelj, Libero, arra gondoltam, hogy az édesapád most biztosan izgul, hogy nem vagy otthon, nem igaz? Feléket. Hogy feléket, tehát nem izgul? Nem, hát ő ugyan nem izgul senki. Hogy ne izgulna, biztosan otthon van és vár téged. Francokat. Mi? Tehát nincs otthon? Nincs hát, üzleti úton van. Jó nap közben, de azért este talán haza szokott jönni. Dehogy szokott, üzleti úton van. Anya, ezt szokta lenni. Lorenzo! Megyek, fogd csak meg egy kicsit. Miért? A tiéd, ajándék neked, mert tetszett az előbbi tréfa. Tessék. Gyere el máskor is, és üdvözlöm a apukádat. Na, menj. Viszlát? Mi az? Mi? Megvesztél? Jó napot! Ő az én uram. A hölgy Esposito úr felesége. Volt olyan kedves ide fáradni, még süteményt is hozott nekünk. Igazán aranyos tőle. Nem akarunk alkalmatlankodni, csak szeretném megköszönni, hogy olyan kedvesek voltak a kisfiunkhoz. Már hogy a ruhákat. Ugyan. De most aztán tényleg szaladunk is el. Mi ez maguknál? Valami családi szokás? Tessék? Na csak, mert tegnap a fiúk is így elrohadt. Haj, gyerekek, mi csak nem akarunk zavarni. Á, szó sincs róla, hogy zavarnának. Ha már idejöttek, maradjanak. Nagyon kedves, nem is tudom, hogy köszönjem meg. Ha megengedi, az apósom. Az uram édesapja. Örvendek. Carlo Esposito. Mint az édesapja? Nem, ő Giuseppe. Pedig esküdni mertem volna, hogy tiszta apja. Ő Bice, őt már ismeri. Na, igen. Tetszik ismerni, ugye, Bottoni úr? Ja, ismerlek, mint a rossz pénzt. Nem a maga fia, ugye? Nem, ő a kisöcsém. Hogy hívnak? Alfredo. A vezeték neved? Tarantelli. Tarantelli. Na hát, szép név. Bocsánat, de nekem most már mennem kell. Ne tessék, hogy... Jó napot. Ők pedig az én gyerekeim. Liliana és Paolo. Milyen szép gyerekek. Fofások. Mi az? Nem láttál még fehér embert? Mint ha azt mondtad volna, hogy menned kell. Igen, de még egy kicsit maradhatok. Hát? Tessék, parancsolj. Köszönöm, nagyság. Liliana, zongorázhatnál valamit a vendégeknek. Istenem, de jó is annak, aki tudja élvezni. Ki ne tudná. Én például, nekem mindenem a munkám. Igen, értem. És a kedves férje, hogy nem jött el? Ő most üzleti úton van. Itt Rómában? Rómában, meg másutt is. Mit szól a uraságod egy kártyapartihoz? Nem, köszönöm. Csak úgy gyorsabban múljon az ne. Unalom vízőnek. Apósom imád kártyázni tudja. Kártyázás közben gyorsabb múlgat ide, lejjön. Legalább kikapcsolódsz egy kicsit, nem mindig a munkádon járjon az eszed. Mostanában úgyis csak lógatod. Menj kártyázni. Jöjjön, lejátszunk egy partit. Jöjjön le! Köszönöm. Egy kártyaparti jót tesz mindenkinek, különben halároljuk magunkat. A zsuga viszont izgalmas. Izgalmas. Az fene, ha nem babra megy. Szóval komoly tétre játszunk. Persze, 100 lirás alapon nem értek. 1000 lirás alapon játszunk, ez egy kicsit. Na jó, akkor 200 lirás alapon, ez igazán 200 nem lirás alap. 200 lirás alap. Ugye nincsenek cinkelt lapok a pakliban? Még hogy cinkelt, ezzel a kártyával a gyerekek szoktak játszani. Ugyan már, csak vicceltem. Nehogy megsértődjön. Szereti Chopin? Hogy kit? Az meg kicsoda? Amit most játszom, azt is ő szerette. Ezt a számot, ezt még sohasem hallottam, de elég álmosító. Ez egy nocturne. Ilyen táncot nem ismerek. Mondja, nem játszana inkább egy szambát? Valami olyan kassa számot hallottam múltkor a Garibaldiban, hogy ez nem igaz. Jesszusom! Mangiava sempre pasticcini e cioccolata, cica patata, cica patata. Era bella ma era sempre addormessì così. Tata, cica patata, cica patata. Cica patata. Cica patata. Cica patata, sì. I ragazzini. Oddio! Ti meg mit műveltek itt? Nem is látom, ő volt. Nem kell úgy oda lenni, nem a világ vége. Nem a világ vége, törik itt a szányért. Tele van a gyerek, addig jó. Vigyázz, csak vigyázz, megjön az apád. De az mikor lesz? Remélem nem sokára. Örököttek, bízisten. Figyelj!
Na? Ne mondd meg nekik, hogy rendőr vagyok. Miért ne? Halkabban, azért nem, mert ezt tilos megmondanunk. Mi amolyan titkos ügynökök vagyunk. Titkos a néni titkos két kalácsa meg, amiket ajándékoztam. Ugyan már, csak egy trikót meg egy gatyát adtam a gyereknek, olyan ágról szakadt. Giovanna igazán, nem ismerek rád, mitől lettél ilyen? Giovanna, nézz a szememben, mondd meg, rosszul tettem. Nem. Na ugye? Nem tetted rosszul. Nem hát. Tulajdonképpen kedves néni. Ugye azok? Rokon szenvesek. Na mondom neked. Becsületesek. Hát, azért nem kell túlozni. Nézd ide, hazajött az apu. Itthon van a papi. Igen, látom. Donáta, én majd jövök, de most várnak a haverok. Jól van. Hogy ezek milyen kupleráit tudnak csinálni? Üres a lakás. Nem vár itthon senki, ha? Megjöttünk a papa! Ferdinando! Csak úgy hazajöttél! Na, Ferdinando, na végre, hogy itt vagy! Hála Istennek, hazajöttetek! Alacsodába voltatok! Mégis mi dolog az, hogy az ember hazajön az üres lakásba, a munkából? És nem örülhet annak, hogy viszontláthatja a családját? Ja, hogy vártunk volna, három hete nem volt itt. Hát van egy új barátom! Jó mindenségit! Nem meghagytam nektek, hogy ne menjetek el hazulról? Hogyha ne talántán minden kötél szakadt, ha ne talántán nekem sürgősen szükségem lenne rátok. Tudom, és én gatyaügyileg. De Ferdinando. Tudom, te mindenről gondoskodsz, de előfordulhat. Amilyen balkezes vagyok. Tudhatnád, ennek ellenére. Én nem tudok semmit, a világon semmit. Csak azt tudom, hogyha ilyenkor hazajövök, terített asztalt akarok átni. Tökéletes, igen? Igazad van, csak ma éppen el kellett mennünk vizitbe Bottoniékhoz. Kicsodáikhoz? Bottoniékhoz, udvariassági vizitbe. Tényleg, bravissimo, amíg a család feje gürcöl, mint az állat, holmi botorokkal orgiáztam. Nem botorok, hanem Bottoniék. Na és mondd, amíg nem voltam itthon, nem keresett valaki? Nem, senki sem. Hát az öcsét hol van? Na, még elment valahova, egy csomó dolga volt. A biliárd szalomba. Mi az, megint elmész? Nem, csak fázom. De érdekes, én nem. Na, gyerekek, mi van az iskolával? Semmi. Minden rendben. Na, utassátok az üzenőfüzeteket. Egy-kettő. Ez édes fiam, jól teszed, hogy végre a sarkadra állsz. Hát tudják meg, ki az úr a házban. Na is nekem hoztál szivart? Nem. Szóval már megint bőtöltek. Jaj, apuka, sajnálom, de ez a szivarforrás nagyon úgy néz ki, hogy bedugult. A fináncok folyton figyelik. De úgy figyelik, hogy valóságon kihúvad a szemük. És nem megy. Ezek is kiokosodtak. Kifognak az amerikaiak. Még azokon is. Ez vagy, még a jenkiken is. És mennyien vannak? Mennyien vannak? És tetejébe kifogtam egy rendőrt. Akkorát, mint egy sörös hordó, aki rám tapadt akár a pióca. Úgy követett, mint egy vadászkó. Te leráztad, vagy nem? Na, hogy leráztam, meg vannak a trükkjeim. Ráugszítottam egy kutyát. Átkutyagoltam egy hegyen, aztán egy réten, mindenen. De nem szállt le rólam, ott lühegett a szarkamban. Ha láttad volna. Aztán a végén, mert nem akartam, hogy egészen hazáig kövessen, próbáltam eltűnni az árkádon. A Margarita hídon? Felét a Margaritán, a Milvio hídon, a Milvio. Érte? A Milvio hídon sokkal egyszerűbben haza lehet jutni. Én nagyon remélem, hogy ez alatt elveszítette a nyomomat ez a hájfejű zsaru. Remélem. Itt vannak a gyerekek. Biztosan leresztem. Itt az üzenőfüzet. Na lássuk. Előbb a tiédet. Ez ráír, az biztos. Te jó kislány vagy, hanem ez a lókötőbágya. Biztos pofont érdemel. Tisztára ez kellett hinni fogalmazásnak. Na, lássuk. Inkább felolvasom. De. Szóval, feladat. Jellemezzétek az édesapátokat, írjátok le a munkáját, szokásait, egyéniségét. Bevezetés. Az én édesapám nem kifejezetten jóképű ember. Ja? Emlékszem, amikor egyszer utaztunk az autóbuszon, valaki röhögni kezdett rajta. És? Édesapám munkája olyan, hogy sokat van miatt a távol hazulról, és csak stoppal tud hazajönni az eladatlan cuccal, amit hiába csempészett. Az én édesapám, mielőtt kilép a kapun, mindig körülnéz, hogy ki van az utcán. És haza telefonál, ha tiszta fehér neműt akar, vasárnapon. Na, csak ide! Te, papa, mit csinálsz? Széttében, mert nem tetszik. Fogalmazást ikletből kell írni. Érted? Ki kell találni valamit, valami szépet, valami kecseset, aranyosat. Nem az ne írni, ami valójában van. Mit számít az, ami valójában van? A tanító bácsi azt mondta, hogy legyünk őszintén. Jó, lényegében legyél őszintén, az a fontos. De azért nem kell ilyen hülyeségeket leírni.
Leírnod csak azt szabad, amit én diktálok neked. Akkor diktálj. Majd fogok, most viszont moshatok kezet, miért vacsorázunk. Még ilyet. Ki látod még ilyet? Hogy juthat eszébe valakinek ilyen fogalmazást feladni a gyerekeknek? Az eszem megáll. Az én időmben ilyesmi nem fordult elő. És hogy egy gyerek ilyeneket írjon a szülőapjáról, miket hord össze ez? Jó. Idegesíteni akarsz még te is? Hogy engem békén? Elvárnád, hogy terítve legyen az asztal, hogy legyen pénz. Tisztában vagy bele, hogy egy hónapja nem adtál haza egy vasat sem. A hentes nem hajlandó húst adni hitelbe. A pék is Ferdén néz rám, már ki sem merem tenni a lábam hazúról. Én ebbe belefáradtam, nem bírom tovább. Mit gondolsz? Nekem talán jó? Mit képzelsz, én mit csináltam? Éltem világomat? Mit képzelsz, hol laktam luxusszállóban? Ha tudnád, hol aludtam? Na de adjuk, ez nem érdekes. Most van egy prima üzlet. Képzelem a te üzleteid. Nem. Ez most tényleg egy igazi nagy üzlet. Ismerem már én az ilyen nagy üzleteket, amikből aztán nem lesz semmi sem. Ihatunk tovább teljes kávét vacsorára. A süteményből, amit ott adok. Hallgatom, Ferdinándor, meg ne tudja nekem. Fogd a székedet és ülj le. Ó, uram, Isten, ne fázom. Itt vagyok. Most mondd, hogy én nem hozok haza semmit. Tessék, szalámi, Modenai a legfinomabb. Hapapapa, hagyok lassabban, lassabban, maradjon a többieknek is. Nevetségesek vagytok ti nők. Az üzleti életbe könnyű bekerülni. Kikerülni belőle, az már sokkal körülményesebb. Abba könnyen belevásat az ember foga. Én csak tudom, mit jelent egy családot eltartani. Jó estét, fiatal úr. Látod? Még vissza se köszön. Mintha nem is az én pénzemen zabálna. Jaj, ne kezd ezt meg. Én tudod, hogy Alfredo munkanélküli. Hogy úgy? Munkanélküli? Akkor miért nem segít nekem? Mit csinálnék? Én mocskos pénzhez nem nyúlok. Nem, mert amit ezzel az ugye nem mocskos a kényes gyomrodnak. A világ tartozik annyival, hogy enni adjon. Nagyon kérlek, ne kezdjétek újra. Te Ferdinando, tudod, mit kellene holnap csinálnod? El kellene menned egy csokor virág a Bottoniért. Virággal? Miért? Ki halt meg náluk? Szerinted az ember csak olyankor visz virágot? Ha már egyszer ilyen kedvesek voltak hozzá, úgy illik, hogy vigyünk pár szál virágot, hogy valamivel kimutassuk a hálánkat. Nekem ennél fontosabb dolgaim vannak. Ugyan már az én kedvemért. Tudhatod, hogy a kapcsolatokat ápolni kell, barátokat kell szerezni. Mehetek esetleg én? Na láss, múzolni, mi? Köszönöm! Kitől tanultak te ilyen szavakat? Nem bánom. Holnap elmegyek Bottoniékhoz. Tessék, és köszönöm szépen. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Meg is volnánk, parancsoljon. Köszönöm. Húzzon le még egyszer. De hát már kétszer lehúztam. Nem baj, húzzon csak le még egyszer. Nagyon erős a szakállam. Sarjadzik, mint a dudva. Borotválás. Egész biztos, hogy borotválást tetszik parancsolni. Már bocsánat, de különben miért jöttem volna borbe? Ez az, amit nem tudok én sem. Nem csak maga nem tudja, nem tudom én se, én a magam részéről. Csak azt tudom, hogy borotválást akarok. Hogy tetszik? Nem tetszik, de kell. Ne fújtson már ezzel a lepedővel, ha nem akar megborotválni, mondja meg! De kérem, én csak meg akartam követni. Borotválást tetszik parancsolni? Talán nem mondtam elég érthető. De igen, kérem, hogy nem, már is megborotválom.
Szappanozzon, csak szappanozzon. Tessék erre fordulni. Mi az, hogy forduljak erre? Mi vagyok én, napraforgó? Ha hát egyszer... borotválja meg, ha egyszer arra tetszik fordulni. Hogy maga a Borbé? Elnézést. Ki az? Kölcsön kérhetem egy pillanatra. Parancsoljon. Mi csinál? Nem érdekes. Most így jó is lesz, jut ezen, mert nem is akartam annyira leborotváltatni. Nem árt, ha valami marad. Na, megyek is. Despozító, le se töröltem a szappant! Hogy hihesség nyugodtan maradni, különben nem tudom megborotválni! Maradjon nyugodtan! Nem tudom megborotválni! Előbb fizessen előtt! Nekem kötelesség teljesítésében el kell fognom! Nem érdekel semmi, nekem teljesítenem kell a kötelességemet! Van szerencsém! De az én üzletembe benne tegy a többi a lábát! Megoldható! Adja vissza a törülközőt! Fogja a törülközőjét! Láttál erre egy szappanos képű alakot? Most látok, magát! Szent Antalka, te jóságos! Hallottad, mit mondott a feleségem? Virágot kell vinnem valami Bottó ninénak. De pénzt nem adott rá. Ahhoz, hogy szerezzek, valami bűnt kellene elkövetnem, nehogy Isten rabolnom. Ilyesmi pedig biztos nem lenne a tetszésedre. Ugye? Neked annyi virágod van. De mi is tudom, hogy mit kezdesz vele. Minek neked ennyi virág? Elvégre te egy komoly szent vagy. Egy komoly férfi. Én meg egy nőnek vinném. Ez udvariassági kérdés. Elvihetnék egy csokrocskát? Igen, vagy nem? Ja? Na? A hallgatás beleegyezés. Szabad? Szabad elvinnem, már hogy nem lesz sértődés? Ha? Tudtam én. Köszönöm, Szent Antalkám. Bottó niné nagysága? Az vagyok. Ferdinando Esposito vagyok. Milyen kedves! Nehogy elszaladjon, jöjjön, fáradjon be! Az orromra csapta az ajtót. Tudja, a biztonsági lánc miatt, amikor annyi a betörő. Nekem mondja. Na hát, micsoda meglepetés! Elnézést, hogy ilyen felfordulásban vagyok. Az uram nincs itthon, elment az ünnepségre. Nem baj, én minden esetre erre jártam. És gondoltam, hozok egyednek egy kis virágot. Hát, köszönöm. Na hát, milyen szép. Tisztára, mint az igazi. Hát, miért? Művirág? Nem, igazi virág. Igen, látszik, hogy friss. Az előbb szedtem. Megkínálhatom egy pohárka valamivel? Én nem, köszönöm, asszonyom, csak beugrottam, úgyhogy nem iszom. Semmit sem. Van itt telefon? Van, telefon az van. Meg tetszene engedni, hogy hazatelefonáljak? Hogy, természetesen. Tessék, parancsolj. Köszönöm szépen. Elvessék. Itt a telefon. Köszönöm, csak haza telefonálok a feleségemnek. Nyugodtan, addig én vázába teszem a virágot. Köszönöm. De hát ez amerikai része, nagyon drága lehet. Mi is úgy kaptuk ajándékba. Gondoltam, ha már történetesen úgyis erre járok, miért is ne ugorjak fel magukhoz egy kevés amerikai tésztával. Na és itt is vagyok. Nálunk otthon a spájz tele van tésztával. Dugi, én meg diétázom a feleségem szintén, úgyhogy jobb helye van. Ki is teszem a spájzba. Köszönöm a kell. Csak nyugodtan. Ne haragudja, fölvenni? Fölveszem, persze, nincs mit. Halló? Halló? Már elnézést, ki beszél? Bocsánat, ki beszél? Nem kérem, én kérdeztem előbb, hogy ki beszél. Maga hívott, maga mutatkozzon be. Micsoda? Adja a feleségemet, legyen szíves. De hát ki maga? Miért nem akarja megmondani? Hát nem tudom, ki az. Na várjon, adom. Háló? Donáta, te vagy az? Ki volt az a férfi hang? Ki van ott nálunk? Hogy ki? Ki az? Uram, mi volt? Adja csak mindent. Bottoni úr van itt. Bottoni úr? Az uram ott van maguknál. Valami Bottóni úr. Ő az ura. Ő az, de hát mit nem azt mondta, maguknál? Hogy valami ünnepségre ment? De, azt mondta, hogy... Nálunk ugyan nincs semmiféle ünnepség. Halló? Na és mit keres ez a Bottóni úr mi nálunk? Hát
Ő hozott nekünk egy kis tésztát, nullás lisztet, de finomat. Tésztát, nullás lisztet. Tésztát hozott és nullás lisztet. Jó, jó. Egyébként pedig szeretne beszélni veled. Velem, velem akar beszélni? Olyan már nem érdekes. Na jó, ha már annyira akar beszélgetni. Halló, kedves Esposito, én csak szerettem volna megismerkedni magával, hát bátorkodtam tiszteletemet tenni, reméltem itthon van. Én is ellennék ragadtatva, megismerhetném. Na hát, kérem szépen, ha hazajönne, volna magának egy ajánlatom, roppant előnyös. Várjuk a feleségével. Csak sajnos nem mehetek, ugye, momentán annyira el vagyok foglalva, hogy nem tudok most. Nem. Ha nem, akkor én megyek haza, amilyen hamar csak tudok, busszal vagy taxival, amelyik előbb jön, mindjárt ott vagyok. Ne, addig nem maradhatok. Mennem kell tovább. Nem maradhatok. Na és hova megy? Itt vagyok maguknál. Értem, azaz pontosabban hol is van? Mondom, itt vagyok maguknál. Helyes utcát, házszámot. Ahol maga lakik. Most hol van a lakásomon? Ott van nálam. Hogy mik nem vannak? Nézze, ha már úgyis ott van nálunk, jól van. Maradjon és én mindjárt hazamegyek, jó? Nem jó, sajnos nem tudom megvárni. Mondom, hogy mennem kell tovább. Nem, adja a feleségemet, legyen szíves. De hát mégis csak lehetetlen dolog, hogy mi sohasem találkozhatunk. È una cosa di molti quattrini di volta qua. No, la prego, mi dia un momentino mia moglie. Oh, ma non ce l'ha più, santo Dio, tra due amici che uno dà in fiore la moglie, l'altro la pasta. Mi dia mia moglie, mi fa confondere. Scusi. Cina, passo subito, ma poi riparliamo, perché noi dobbiamo diventare, dobbiamo essere amici, dobbiamo conoscerci. È assurdo che noi, scusi, stiamo così lontani senza... Hello? Magával akar. Donáta szívem, csak azt akarom mondani, hogy 2-3 napig nem megyek haza. Miért? Mert tudod... Tudod, hogy van az ilyen? Vannak bizonyos akadályok, szóval egy hitelező. Most már értem. Érted, ugye? Küld el hozzám Alfredót. Holmival. A szokásossal. Azzal, amivel ezeket a 2-3 napokat általában kiszoktam húzni, ha úton vagyok. Jó, elküldöm Alfredót, de gondolj arra, hogy hűvösödik. Öltöd rétegesen, vigyázz magadra. Szervusz. Ne tegye le! Halló, ki az? Megtenne nekem egy szívességet, Esposito úr, maga olyan kedves. Szóval, ha lenne szíves odahívni a feleségemet a telefonhoz. A feleségét? Hogy nem, áris adom, persze. A férje magát kéri. Igen, köszönöm. Kérem, nincs. Bocsánat. Én kire kell nézni. Halló? Várjon egy pillanat, akkor én kísérem. Halló? Majd kitalálok egyedül. Akkor jó utat, és köszönöm még egyszer, viszontlátásra. Viszontlátásra, minden jót. Ha fene-fenét öfik is, akkor se hagyja Esposito urat elmenni. Most ebben a pillanatban ment el. Mi? Rohagy utána, rángasd vissza! Nem, hiába ordítasz, akkor is elment. Na hát. Halló! A fencsét. Mi a baj? Az, hogy elment. Na és? Mi az, hogy na és? Nem elég baj az? Miért baj az, hogy elment? Miért baj? Hát azért baj, mert én még beszélni akartam vele, fontos ügyben. Nem bőle a világ, előbb-utóbb majd megismerkednek. De mikor? Nem sokára. Remélem. Szóval hazajön? Hát persze, hogy hazajön. Akkor előbb, amíg várjuk, talán megtanítanám magának, hogyan kell főzni a spagettit. Nekem van egy saját külön módszerem, azért mondom, mert az előbb véletlenül hallottam. Csomagot küld neki valami Alfredóval. Igen, csomagot kell küldenem az én Ferdinándnak. Csomagot! Majd én elviszem. Ugyan ne fáradj. Nem fáradj csak. Nem engedhetem, nem. Már miért engedhetném? Igazán szívesen elviszem neki a csomagot, nekem az semmi sem. De miért akarja elvinni? Hogy miért akarom elvinni, hogy szívességet tegyek? Ne fáradjon a fiú. Mégis csak strapát lehetek. Na várjon, itt van Alfredo. El kéne vinned egy csomagot. Én szívesen elviszem azt a csomagot, csak mondjátok, hogy hova vigyem, akkor nincsen semmi gond. Ne haragudjon, meg kell beszélni valamit. Hogy tetszik mondani? Mit kell elvinni? Neki mondom, ne haragudjon már. Jó, akkor további jó napot. Mi tetszik? Semmi, csak mondom, jó napot. Jó napot. Na látja. Látom, na jó, de akkor máshogy csinálom. Nem akart itt maradni? Minek maradjak itt? Itt nem érek el semmit, viszlát.
per terra un portafogli contenente lire 100.000. Naturalmente il signore, visto l'indirizzo nell'interno del portafogli, corre a restituirlo al proprietario. E perché? E come perché? Perché quando uno trova una cosa, se è una persona onesta, deve riportarla al proprietario. Sì, ma restituire la roba trovata porta gliela. Questo che te l'ha detto, tuo padre? Sì, ma lo dice pure mio nonno. Ha pure tuo nonno. Tuo padre e tuo nonno hanno delle prevenzioni, allora. No, so, io non ho viste mai. Ciao, papà. Mi viene a vedere. Ah. Sì? Restituirlo al proprietario che regala in premio al... Ciao, mamma. Oh, che ti succede? Perché ti voglio bene. Un po', ragazzina, dove sei stata fino adesso? Al cinema. Al cinema, e che facevano? Ma che te importa? Stai zitta, per cortesia. Ti ho domandato che cosa facevano. Scalda i spaghetti. Beh, adesso non me lo ricordo. Ma si picchia. Fai uno sforzo di memoria, che cosa facevano? È un Circo Nazario. Di, ragazzi, quel tipo è meglio che te lo levi dalla capocetta, hai capito? Ma che tipo? Quale tipo gli poteva piacere? Ma che, sei innamorata di Nazari? Ma che c'entra Nazari? È quel ragazzo, quello con la camicia sbottonata, il fratello della signora Esposito, come si chiama là? Alfredo. Sì, Alfredo, Cicco Patata. Cicco Patata? Sì. Te lo raccomando quel ragazzo. Perché? Che ha fatto? Niente, che cosa deve fare? Ma non voglio che frequenti certa gente. A proposito, e tu che ci vai a fare a casa degli Esposito? Dove vai? Senza di me niente. Sì, e chiudi subito la porta. Ma rispondi, che vai a fare a casa Esposito senza di me niente a me? Ma che c'è? Io sono andato là perché devo parlare col marito. Al marito? Che te conoscessi io. Vieni meno qua, male non... che la signora Donata è una persona ma per me. Ma non fa ste scenate stupide di gelosia che c'è quello dell'là che... Osozolok nem hozzádva. Szerinte még is hozzávaló, mert jó eszű és élelmes, nem válogathatunk különben úgy jár, mint a felső szomszédék lánya. Itt áll 30 évesen és sehol egy most mit izgatod magad? Úgy oda vagy mindjárt, mint a már egy féhez kellene adni. Mondd csak, ismerete egyáltalán azt a fiút? Igen. De hát hogy ismerheted, és a nővérét is ismered? Igen. Na de láttad már egyszer életedben a sógorát? Találkoztál vele? Ismered? Miért? Te ismered a sógorát? Én igen, eljött hozzánk, virágot is hozott. Mit furcsoláltak ideget, kórókat, azokat főznéd meg? Azt a talagot pedig jobban ismered, mint te. Biztosan. Ide figyelj, az a fiú a túloldalon áll. Ezek az emberek másfélék, mint mi. Nem olyanok, mint mi vagyunk, annak a fiúnak semmi keresni valója köztünk, munkája sincs. De hát ő keres munkát, tudom, csak ugyan már ez a csak tömi a fejed, csak hantál. Ő az egyetlen munkanélkül, inkább próbálnál segíteni rajta. Beajánlhatnád abba az állásba, ahol egy megbízható embert keresnek, raktárosnak. Neked meg mi ment az agyadra? Miért? Mi? Mit akarsz te a vesztemet? Miket beszélsz? Miért ne lenne jó raktárosnak? Nagyon ügyes. Eszednél vagy, hogy aztán oda csődítse a sógorát? Miért baj az? Nem a világ vége, ha valami raktárban dolgozik. Ebben ne szólj be. Szerintem, ha Esposito megkapta, kapva az alkalmat. Kapva, kapva, de még hogy? Rohanna ide állálkodni. Ide? Minek rohanna? Hát mondom, hálálkodni. Szóval, ha behoznám dolgozni, nem beszélj bele, édesványom, csak összezavarod az embert, ez így képtelenség. Azt mondod, hogy hálás lenne? Persze, én a helyedben minél hamarabb elintézném. Ha vasárnap is sikerülne, mennyire örülnén. Tényleg, apu. Te csak hallgass, mondtam már neked, maradj csöndben, próbáld meg értelmesen elmondani, mi van vasárnap. El is felejtettem mondani, meghívtak bennünket ebédre. Kik, Esposito? Ők hát, oda hozzájuk. Oda hozzájuk. És ott lesz a férfi is? Hát már hogy ne legyen. Figyelj, az asszony kifejezetten mondta, hogy az ura is ott lesz, mondott ilyet, próbálj visszagondolni. Nem, így kimondottan nem mondta, de természetes, hogy ott lesz. Nem természetes, mert egyáltalán nem miért természetes, nem? Miért? Nem. Vasárnap az nekem az utolsó nap, érted? Mire? A legeslegutolsó nap. Mire? Mi az, hogy mire? Vasárnap a hét legeslegutolsó napja. De nem mondasz újat. Nem mondok újat, de akkor is nekem a vasárnap lejár az utolsó határidőm. Akkor pedig... Érted már? Micsodát? A vonat 2 órakor aha indul. Te most hazamész, aha, átöltözöl, én meg majd értelek. Rendben. Jó, csak figyelj. Alaposan álcáznod kell magad, úgyhogy föl ne ismerjen senki. Emiatt ne izgulj. Olyan álcát csinálok én magamnak, hogy nem ismertem még a tulajdon anyám sem. Majd meglátod. Meglátjuk. De akkor menj. Megyek. Így né. Szervusz, papa. Te mit csinálsz? Miért nem csuktad? Mit csinálsz? Gyere ide, adj egy puszit a papának. De hát mi van itt? Hey! Anyu! Nem is köszönsz apádnak? Megjött a papa. Csak hogy méltóztattál hazajönni. Mi az, hogy méltóztattam? Mint az úri kedvemem múlna. Azért üzenhettél volna már. Üzenhettem volna. Ha? Mégis hogy a nyavajába üzenhettem volna? Ha? Mi ütött belétek? Mi folyik itt? Mi ez az egész? Mimi. Mi az, hogy nem jöhetek haza a saját otthonomban, amikor jól nem látom? Ez az én otthonom, nem is ismerek rá. A bútorhúzatok. Hová tűntek a bútorhúzatok? Jaj, édesem, legalább ma neveztek egy. De mi van ma? Különleges világban? Az van, hogy vendégeket várok ebédre.
Na és mióta szokás állunk vendégeket hívni ebédre? Illik viszonoznunk a jóságukat. Viszonozni? Ez minek annyit viszonozni? Ez elég elegáns, fes vagyok. Remek napunkat, pláne Zapóval. Ilyenkor kitutálod Molotovot? Te pedig vedd már le ezt a kalapot, szedd magad egy kicsit rendbe, borotválkozz meg, Jézus Máriám, hogy lehet így kínálni? De mégis ki jön ebédre, maga Truman elnök? Az evőeszközt összeszedtem, de kérlek, gyakorlatilag. Mit csináljak, majd terítünk a miénkkel, olyan koszos nem lehet, mint a kettőnek volt ki. Most már itt kell lennie valahol. Na tessék, megvan. Jó, pia, megteszi ezt. Ne akarjuk valamivel, tessék. Mondani akarok valamit. Mondhatod, csak előbb keres valamit arra a lyukra, aztán pedig ereg és hozd rendbe magad. Nem maradnék egy kicsit? Te butás, hogy jó, ha kész leszel, mire a vendégek megjönnek, el egy lemez nekem, vidd be és kavard össze jó alaposan. Ide hallasz végre! Meg is csináld, amit mondtam. Meg kellett nekem hazajönnem. Az is tejt a hülye felemnek. Na jó. Bottoni úr, ide te a papával, oda nagyapa, oda, én meg Liliana. Miért nem ültök ketten mindjárt egy színbe? Ne veszélj bele, és ne gondolj malac dolgokra, érted? Na, hála Isten! Bicse, Bicse, hozd a virágokat! Azt letakartuk. De most aztán. Ha valaki volna szíves, ha valaki volna szíves elmondani, hogy mire föl ez a nagy felhajtás, ha? Az ő barátom, hát, Bottoni, az ruhákat kaptuk. Feli, Bottoni! Porco diavolo! Ne ho pieno le tasche di questi bottoni! Capito? Oh! Ma che ti piglia? Sono stufo di vedere questi bottoni per casa. Perché? Che t'hanno fatto? M'hanno stufato. Oh, guarda. Un disgraziato viene a casa sua, per poco, perché fra 2 ore deve partire per Napoli, vuole mangiare un boccone in santa pace assieme alla sua famiglia. No, signore, ci sono i bottoni. Sì, i bottoni. Beh, che c'è? Sono della gente onesta. Delle persone che mi hanno aiutato senza nessun interesse. È la prima volta in vita mia che trovo delle persone che mi vogliono bene disinteressatamente. Tu invece stai sempre lontano, sempre fuori. Se ci vado, è per ragione di lavoro. Bel lavoro. Sì, è proprio quello che da mangiare a tutti e anche a te. Io non ce n'ho più bisogno. Mi ha già trovato un posto il signor Bottoni. Ah, bravo. Ma allora questo Bottone è diventato proprio il benefattore. Sì, proprio. Ci ha dato molto. E noi che cosa gli diamo? Il tacchino? Il tacchino? Bravo. Ci siamo dati alle spese pazze? Franzi Luculiani, io lavoro, rischio e voi organizzate la tavolata senza di me. Ma non ti aspettavamo, naturalmente c'è posto anche per te. No, no, grazie, non c'è bisogno. Fatelo, questo pranzo. Io non voglio entrare per forza. Del resto, vede che questa casa senza di me va avanti benissimo. Sta arrivando! Most mi ütött beléd? Ferdinando! Mi ütött beléd? Nem megmondtam, hogy elmegyek? Mondd most, amikor jönnek Bottoniék? Látni se akarom őket. Majd bekapok valamit egy büfében. Várd meg őket! Bújka lesz ebédre! Nem, vagy ez úgyis megfekszi a gyomromat. Ferdinando! Jó napot, Esposito. Jó napot, uram. Az uram is jön mindjárt, csak megállt egy pillanatra újságot venni. Mi baj a velünk? Tudom is. Á, szóval te vagy Bottoni. Igen, én vagyok. Hogy te micsoda sunyi alak vagy. Á, én vagyok a sunyi alak. Vagy. Te akarsz dirigálni nekem? Mihogy? Megszoktam otthon. Ellentmondást nem tűrök. Először is, mondani akarok valamit! Mondja! Az én szegény családom odafent azt hiszi, hogy te a barátjuk vagy. Hogy puszta jóságból segíted őket. Nagy lelkűségből. Mert olyan jó szívű vagy. Ehelyett pedig egy célhámos vagyok. Még rosszabb. Én. Te. Mert nézd. Én csaló célhámos vagyok, de meglakolok érte. Te olyasmit csináltál, amit semmilyen törvénykönyv nem ítél el. Pedig ez az aljasság maga, és nem holmi Pityáner csalás. Mit csináltam? Megraboltad a családomat. Én megraboltam a családomat? Igen, bizalmat raboltál tőlük, és azt a tiszteletet, amivel felnéztek rám. Prima, era un padre riverito, rispettato. E adesso? És ha ez oda lett, mi marad nekem? De hát, én csak a munkámat végeztem. Egy pillanat. Dolgozni korrekt módon is lehet sportszerűen, de beolálkod vagy otthonva besurranva, mint egy kígyó. Na és amikor te oda kötötted a vízilátszot ahhoz a vízéhez, az korrekt volt? Az. Sportszerű? Hát persze.
Hogy? Úgyhogy nekem ez a dolgom. Ez a rabló pandúr. Ha nem próbálok megszökni, miféle rabló van? Na jó, én viszont pandúr vagyok, és el akarlak kapni, különben milyen pandúr vagyok? Hát ez az. Jó napot, Esposito. Jó napot. Isten hozta újra itt van. Köszönöm. Na, csak hogy eddig eljutottunk, és most, ha tetszik, ha nem, Esposito, vége a rabló pandúrnak. Elárulnád, hogy miért pont utána mesz a fene ennyire? Mint ha valami nehéz fiú volnék, aki sorra rabolja ki a bankokat. Láthatod, hogy én egy nyomorult senki vagyok. Mit ártottam én neked? Én nekem semmit. De másokat megkárosítottál. Há? Ugye már milyen kár az. Egyébként pedig a sanyarú körülmények kényszerítettek. Mit gondolsz, olyan könnyű manapság eltartani egy családot? Megkeresni a betevőt minden napra, iskoláztatni a gyerekeket. Nekem mondod, én is ezzel veszkődöm. Ruházni őket a mai árat mellett, új cipőt venni nekik. És ez nálatok még semmi, majd ha nagyobbak lesznek. Pláne a kislányok, például az én Lilianám. Na ugye? Mi az, hogy na ugye? És akkor mi van? Lopni akkor sem szabad. Kilopott? Te. Azt talán lopása az ember néha átejt egy balekot, ráshoz egy hamisítványt, amiről a vak is látja, hogy az ajándékcsomagot tarhál. Ez lopás talán. Ha ezért becsukadsz, az én szegény drágáim miből fognak megélni? Én vagyok a család fenntartó, gondolj bele. A családomról van szó. Miért? Az én családom talán nem család? Az én gyerekeimnek talán nem kell cipőt venni? Nekem talán nem kell havonta lakbért fizetni. Na hát akkor beláthatod, hogy nem megy, hogy... Tudod mi? Tu vuoi te faccia scappa? Che non lo sai che non posso. Che non devo, che non lo sai. Mert hogyha nem viszlek be a rendőrségre, akkor 30 év szolgálat után, ami alatt tettem a kötelességem, a legkevesebb az, hogy tunikám billentenek. Miattam? Hazám, és teljesen jogosan rúgnak ki. Elvégre... Azért léptem be a testületbe, mert be akarom tartatni a törvényt. És ha én szemet húnyok a gazemberségeid fölött? Perché se non t'acchiappo, divento il complice d'un ladro, capisci? Vedi quei ragazzini là fuori? Stanno giocando. E quel gioco è come la vita. Chi vince e chi perde. Io non è che voglio vincere, ma tu hai perso. Na, igen, ez igaz. Apuci! Apuci! Tálalva van, csak benneteket várnak! Lorenzo, gyertek már! Pilce, gyertek már, tálalva van! Fernando, te meg mit ülsz még itt? Na de legalább végre megismerkedtetek! Gyertek föl, különben mindjárt elhűl a tészta! Ne kelljen kétszer mondanom, Lorenzo, gyere, egy-kettő! Hát előtte... Menjünk fel. Tessék. Tessék. Köszönöm. Szeretni ma eszköztünk maradna. A feleségem nem tud az egészről semmit. Én sem mondtam el ott. Köszönöm. Nincs mit. Akkor tálalunk. Na végre. Tessék leülni, Bottoni. Tessék, üljetek fel. Szabad a tányérjel, Bottoni úr. Előbb a gyerekeknek. Ugyan már, kedves, előbb a tisztelt urának. Jaj, de hogy ő ráér, előbb a kicsiknek. Na jó. Én is kicsi vagyok. Én is. Hát akkor kezdjük itt. Na mesélj, Alfredo, milyen raktárosnak lenni? Igazán remek. Örvendek. Na és mi van abban a raktárban? Mindenféle. Sátorponyvák, ilyesfélék. Na és miből mennyi? Hát tekintélyes mennyiség. A mindenit is hol az a raktár? Nem érdekes. Na de Lorenzo, ne szakítsd az urat félbe. Esposito úr volt olyan kedves érdeklődni. Én tényleg csak érdeklődöm, sohasem lehet tudni alapon. Épp ez az, én ezt nagyon jól tudom. Bottoni úr, kóstolja meg. Köszönöm. Ne kéresse magát. Na még egy kicsit. Nézd csak ilyen keveset. Nekem ennyi elég. Ilyes már azzal a pulykával? Menjek már azon! Nem, itt marad! Na. Lorenzo, micsoda modor ez? Mi van veled? Megvesztél? Nem akartam, hogy fáradjon.
Köszönöm, nagyon kedves. Igazán nincs. Liberoni sajtót. Hé, a kajámat fene zabáljátok. Ki a fene zabálná fel? Mit tudom én, akinek van pofája? Akárki. Jó napot, gyermekem. Itthon van apukád? Apa, az a barátod jött papnak öltözve. Ki? Papnak öltözve? Ja, a barátom papnak öltözve. Egy pap barátnak öltözve. Egy pap barátom felöltözve. Jól van, ülj le, ülj le. Mindjárt jövök. Biztosan valami fontosat akar mondani az atya. Megyek én is. Mi maradjon? Á, hát ez igazán szép. Ez az atya a plébánosuk? Nem hiszem, hogy az volna, az még soha nem járt nálunk, nem is értem az uramat, hiszen nekünk még templomi esküvénk sem volt. Na nem, nekem csak az az igazi, az én lányom csak is pap előtt esküdhet, ugye, Lorenzo? Maradj csöndben! Miért maradjak csöndben? Mert igen, neked van igazad. Ez a pap sem olyan pap. Bocsánat, egy pillanat! Lorenzo, mit csinálsz? Azt hittem, le akar lépni. De Lorenzo, vendégségben vagyunk! Miért? Mi rosszat csináltad? De Lorenzo! Na csak mert... Ki volt az? Nem érdek. Lehet volna egy kis ügyletem a Vatikánnal. De nem lett belőle semmi. Manapság már a papokban sem lehet bízni. Hány óra van? Nem tudom, de még korán van. Hát ez megállt. Hű, mennyi órája van? A gyűjteményem. Egy nagy gyűjtő vagyok. De korán van még. Igen, tényleg. Éjfélig még ráér. Addig még van egy csomó vonat. Éjfélig. Hm? Na igen, csak tudja, kedves Lorenzo, én jobb szeretnék most kimenni a pályaudvarra. A pályaudvarra jobb előbb ott lenni. Mert sötétben az a környezet valahogy olyan nyomasztó. Valaki? Hát én tudom. Viszont most oda megyek, fényes nappal, amíg nincs sötét, mielőtt leszáll az éj, a sötétség, az ember hozzászok, igaz? Igen, ez a sok utazás biztosan kicsinálja az embert, de ha rám hallgat, az én uram talál magának egy holtbiztos helyet, ahonnél többé el sem mozdul. Már talált is. Hát de remek, maga egy szent. De hát akkor miért kell utaznod? Be kell fejeznem egy üzleti utat. Igen, Nápoly, Benevento, Foggia, Caserta. Hosszú. Jött is eszembe. Most jóval tovább maradok el, mint máskor. Körülbelül mikor jössz haza? Körülbelül mikor jövök haza? Hát szerintem 3-4 hónap múlva. Olyan? Igen, mert erre is érvényes az Andes. Ami? A körülmény. De apukám, honnan értezte ez? Ez most egy közös üzletünk. Aha. Jaj, hogy én hogy örülök ennek? Én nem annyira. Én se igazán. Vagy úgy nézek ki, mint aki repetett az első közös üzletetek, és már is veszekedtek. Ti nők ezt nem érthetitek, ezek olyan férfi dolgok. Beházom, ne! Egy pillanat. Mielőtt elmész, írd alá a gyerekek bizonyítványát, gyorsan menjetek hozzátok. Igen. Azt még aláírom. Tedd el. Mi az? Itthon hagyod az óráidat? Egy ilyen úton sosem lehet tudni. Annyi manapság a tolvaj. Ja. Hol az a bizonyítvány? Ja. 8-as, 7-es, 9-es. Ajjaj, egy 5-ös. 5-ös. Becsúszott egy 5-ös? Miből? Földrajzból. Egy 5-ös? De utána mindjárt jön egy másik 8-as. Na igen, apja lánya, ugye? És a tiéd? Adom. Na, 8-os. No fene, ezt hogy szerezted? De ezt nézze. Tudod, hogy van? Újabban minden nap együtt tanul Paolóval. Ha, igen, helyes. Kinek van egy tollá? Nekem. Köszönöm. Nincs mit. Annyi hely sincs, hogy aláírjam. Na. Ne lököd a könyökömet, mert úgy nem tudok írni. Na tessék. Okos gyereke, mi? Hát egy gyerek buszít. Neked is olyan. Már bocsánat.
Megengedik? Isten veled, apuka. Majd, ha megjövök, hozok neked szivart. Bőségesen. Jó. Csak jó nyilkosítva. Csak rám. Majd én kiválogatom, jó? Szervusz, papa. Szervusz. Alfredo, neked még mondani akarok valamit. Nekem most el kell utaznom. Most, hogy végre állásod van. Jó állásod. Becsüld meg magad. Ezekben a nehéz időkben. És ha netán egyszer rászánod magad, hogy családot alapítasz, a feleséged ne egy munkanélküli felesége legyen. Erre vigyázz. Tudod, hogy miért mondom, ugye? Neked mit is mondhatnék? Bocsáss meg. Ugyan miért? Az egészért. Viszont látása, nagyságos asszonyom, Bottoni úr, kikísér engem, ugye? Ki, de amondom volnék, hogy talán maradhatnánk még egy darabig. Szerintem magár eskig is. Nem szeret sötétben vonatozni, világosban akar utazni. Hallottad, nem? Igen, hallottam. Na hát akkor. Hát akkor... Ne menjek én is a pályaudvarra? Ne, sík, majd én bekívül. Hát akkor jól juthat, Esposito úr, és a legjobbakat. Köszönöm. Furcsa. Az uram ma valahogy olyan furcsa. Az enyém is. Szegények. Nekik is megvan a magunk gondja. Menjünk villanyossal. Nem, menjünk inkább gyalog. Sétáljunk egyet. Szippantok még egy kis friss levegőt, mielőtt bekerülök. Tudja, én sose voltam sitten. Nem volt? Nem, ez az első eset. Hát akkor annál inkább sajnálom, hogy én vagyok az első. Jó, előbb vagy utóbb meg kellett történnie. Nem akarunk be? Felőlem? Nyomasztó lehet egész álló nap egyszer lába zárva ülni. Sötétben, és nem lehet kimenni. Hát nem egy leányálom. Na, bemegyünk és elütjük az időt késő esmény. Csak annál rosszabb. Menjünk. Jó. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Meg a szivarról, fiam! Vigyázz magadra, meg ne fáj! Viszlát, Esposito úr! Írjál! Csak azt tudnám, Alfredo hogy fogja egymaga eltartani a családot. Menni fog, vagy ha nem, majd én besegítek. Emiatt ne izgulj. Köszönöm. Nincs mi. Na meg aztán, ha lehetne küldeni a feleségemnek pár lapot Nápolyból, Foggiából, Kazertából. Persze, te megírod a lapokat, beteszed egy borítékba, és elküldöd nekem. Aztán majd a kollégák Nápolyban, Foggiában valami köszönöm. Elküldik. Nincs mi. Maga igazán jó. De aki miatt leginkább izgulok, az a kislányom Beecher, mert hogy a földrajzban egy kicsit lemaradt. Ne izgulj, miatt a Paolo majd korepetálja. Kellene valaki... De hiszen mondom, hogy Paolo majd korepetálja. Na nézd. Én... Te... Szóval te érted... Na nem, tényleg, szóval érted, hogy... Mi? Hogy én ezt nem akarom, de nincs más választásom, megérted? Értem. Mert én... Megértem. Nagyon jól értem. Na akkor most menjünk indulás. Ne, megmagyarázom. Ugyan már megmagyaráztad, na induljunk. Indulás. De én nem szeretném, ha... Nem kell itt magyarázkodni. Gyerünk a rendőrségre. De mégis, én nem szeretném, ha úgy venné ki magát, mint ha én... Nem veszi ki magát sehogy. Gyere! Jó.